Na, oké, indul. Jó, mert csodálkoztam, hogy nem akar esetleg elindulni. Élő adásban vagyunk, fél tucat csatornára, 2021. 2021-ben még itt is várok egy kicsit, oké, itt is megy. 2021. december 11-e van, itt is szétnézek, beállítom mindenhol. Élő adásban vagyunk. Szólítottunk Máriának esetleg, ugye? Igen, igen. Nagyon Mária. És ő az áldozat. Mindjárt csak lezongorázok itt mindent. Oké. Na. Rendben van. Mária, ő az áldozat, én vagyok itt. Oké. És az van a helyzet, hogy 10. kerület Sibrik Miklós úton van egy Penny dohánybolt, ott dolgoztál. Mindjárt egy pillanat. Ott dolgoztál 2019 májustól kb. 2020-ig, ugye júniusig. Igen. Egy kolléganővel, aki szintén ott dolgozott a dohányboltban veled, és egy évig nem leltároztak, tehát pokoli trehányú kezelték ott a dolgokat. Egyáltalán nem volt. Igen, és hát természetesen ki is jött egy, mindjárt csak valami más. Na, kicsit nem úgy van, ahogy én terveztem. Jó, ki is jött egy hiány igazából. 5.400.000-es hiány jött ki. Ugye hát volt egy László nevű főnök, neki is volt kulcsa a helyhez. Aztán ő adta ugye a fizetést. Volt egy Antónia nevű, annak is volt kulcsa. Tehát többeknek volt kulcsa. X, meg két kolléganővel dolgoztál, de majd mindjárt ugye elmondod. Volt, hogy több millió volt a kasszában. És már ugye te szóltál meg, hogy vigyék már kollégám, el. Hogy igen. Hogy vigyék el a lóvét. Jó, és aztán mivel kijött, egy évvel később letároztak csak, és kijött, hát ugye egy hiány van a kasszában volt, az a Laci főnök, ő elkezdett örjöngeni, hogy hát hogy mi van, meg hogy mind. És akkor addig nem mehettek el, amíg nem írjátok alá. Túró. Ezt majd mindjárt belőle van. Addig nem enged el, amíg nem írjátok alá a dolgot, hogy ez van. Már is bűncselekményről van szó, kényszerítés minimum felmerül, illetve önbíráskodás, zárójelben zsarolás, de az inkább nem, inkább önbíráskodás, kényszerítés. Jó, te nem akartad ugye aláírni, a kolléganő az végig sírt, de inkább mondd ezt szerintem te végig, már csak röviden elmondom, jó, végig sírt, és akkor ő viszont hajlott rá, hogy ezt aláírja, és rögtön csak nehogy baj legyen. Igen, ez így volt. Akkor inkább mondd el, jó, hogy csak először zanzás itt, vagy mi történt, jó? És akkor utána... Ez így volt, dohányboltban dolgoztam, több mint egy évig igazából. Se egy átadó leltár nem történt, se ezt havi leltárnak kellett volna történnie, normál esetben az se történt meg. Ketten dolgoztunk a boltban, a kolléganőmmel váltottuk egymást. Ő tudott tartozásról, hiszen... Ja, és ki is akar lakoltatni a főnök. Tehát, hogy odáig fajult el a dolog, mert nem védekeztél, csak ennyit még hozzátettem, de mondjad egyébként akkor. Persze, és igazából a kolléganőm elismerte, hogy többé-kevésbé az ő hibája ez az egész, mert én nem, mondjad, csak én közben. Én nem gyanúsítok senkit, de hát ő beismerte, hogy az ővé a tartozás. Ott volt a főnököm is, ott volt az Antónia is, hiszen együtt leltároztunk négyen, de ettől függetlenül a Laci örjöngött, amit valamilyen szinten megértek, valamilyen szinten pedig Laci nem. A főnök. Igen, 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 mert számomra is brutális nagy ez a 5 millió 4, 100 ezer is sok lett volna, nem hogy 5 millió 4, viszont... De hát a 18 éves korod óta... Kereskedelemben dolgozom, ez így van, és engem még életemben így nem aláztak meg, nem sokkolt le. Tehát én álltam ott, és én mondtam, hogy én ezt nem szeretném aláírni. Ő beállt a pult és az ajtóhoz kivezető út közé, és ott törjöngött, hogy ide írjam alá, mert innen addig senki nem megy haza. Igen, hát ezt kényszerítésnek hívják. Ugye a kolléganőm aláírta, mert ő, a főnököm azt is mondta, hogy hív rendőrséget. Mondom, én állok elébe, de a kolléganőm ezt nem akarta. És hát így miután van, hogy elég késő volt, fél egy hajnal egy körül voltunk, és ugye hát én... Olyan zombi üzemmódban voltam, úgy voltam, hogy aláírom, de én másnap elmentem az ügyvédemhez, ahol ő azt mondta, hogy nyert ügyem van, mert ilyen nincs, ilyet nem tehet meg senki. Így van, abszolút nyert. De hát azóta se történt úgy semmi érdemben.
Mert ugye az ügyvéd nem csinált semmit, vagy mit csinált? Én azt érzem, hogy nem. Ő azt mondja, hogy nem kapott rá felhatalmazást, pedig kapott, de igazából már nincs jelentősége, mert ami engem igazából sokkolt, hogy én augusztusban el szerettem volna adni a lakásomat, és megtudtam az ingatlanosomtól, hogy megterhelte volt munkáltatóm a lakásomat ezzel a 3 milliós összeggel, ami csak annyiban a probléma, hogy nem jogos, egyszer, másodszorra meg, hogy az OTP-nél nekem van törlesztő részletem, ami ugrik ezáltal, mert fölmondja a bank, hogy mondják ezt? Szerződés. A szerződést igazából. És hát elárverezik a lakásomat. És ezt szeretném valahogy elkerülni, mert ez ilyen nincs. Tehát én még azért hiszek az igazságszolgáltatásba, és egyszerűen képtelen vagyok felfogni, hogy ez velem történik. Tehát nem. Uh-huh. Tehát ugye még egyszer, tehát hogy ott dolgoztál, ez a 10. kerületben a Sibrik Miklós úton a Penny Market melletti dohánybolt, 2019-től május, vagy 2019 közepétől 2020 júniusáig. Akkor addig nem voltak hajlandók, mert nem leltároztak. És akkor jött ki, hogy 5 millió x 100 ezer, ami egyébként elmondom, ugye egy gyakori, tehát amivel életem során találkoztam, ilyen boltoknál, meg non-stop boltok, meg minden, ott általános, tehát ott havi leltár kell, mert... De itt mert, az az érdekes, hogy... De hát hány embernek volt kulcsa egyébként a bolthoz? Hát tehát, hogy bent, tehát mi történt a napi bevétellel, hogy amikor végeztetek hát valamit... Szába. Maradt bent a kasszába. Ugyanúgy volt, hogy 2-3 millió forint is ben volt a kasszába, és reggel azzal kezdtem, hogyha nem én dolgoztam este, hogy leszámoltam a kasszát. Uh-huh. Ugyanígy, tehát nekem ez azért is volt fura, mert én benzinkúton is dolgozom, ahol heti pénzszállítás van, és már 100 000 forintonként le kell fölöznünk. Tehát nekem ez eleve fura, először fura volt, de aztán megszoktam, hogy ez itt így van. Uh-huh. Mert 18 éves korod óta... Kereskedelemben uh-huh. dolgozom. 1000 forint hiányom nem volt, nem hogy ennyi, tehát azért uh-huh. ez... Igen, egyébként látom ugye a kézírásodat is, és hát az is mellem, mert én azt ugye azért kértem el, hogy ne, hogy mit tudom, pszichopátia, bűnözésre való hajlam egyebek, és ugye nincsen nyoma ezeknek a dolgoknak. Sőt, hát egy szellemi életet élsz, igen, jelentősen. Tehát, hogy ott volt ugye több millió volt a kasszában, és akkor az meddig volt, vagy meddig gyűlt a pénz? Hát ameddig úgy nem szóltunk a főnökségnek, hogy jó lenne jönnének fölözni, vagy csak gondoltak egyet, és jöttek, és akkor elvitte. Vagy akkor jöttek még, amikor még ott voltunk, vagy zárás után. Ugye hát volt az Antóniának is kulcsa, a Lacinak is, meg mikor nem tudom, hogy kinek volt még hozzá kulcsa, nekik biztosan. Uh-huh. Kolléganőmnek, meg nekem. Igen, és akkor tehát az jött, hogy tehát egy év után kiderült, hogy hiányzik 5 millió pár százezer. Készlet. Igen, ezt rögtön ugye rátok verték, mindegy, hogy hány embernek volt kulcsa, ezért ti vagytok a felsőség, kész. És akkor ti ketten, mert nem is vizsgálta, hogy akkor most mi történt, ugye az ember. Semmi. Az a Laci nevű. Az volt lényeg, hogy aláírjam a papírt. Igen, és akkor az hogy volt, hogy amit mondtál, hogy, tehát, hogy mit csinált, hogy kiabált, vagy mi volt, mivel? Ugye megcsináltuk a leltárt, és akkor kinyomtatta a gépből, és akkor elkezdett üvölteni, örjöngeni, csapkodni, ő ki is ment közbe a boltból, bezárt az ajtót, hogy gondoljuk át, hogy mit szeretnénk csinálni. Hogy rátok zárta az ajtót? Igen. És hát akkor az meg személyszabadság korlátozás, az is egy utána visszajött, és akkor kezdett el, én mondtam lesz, hogy én nem vagyok hajlandó elérni, ezt nem uh-huh. egyszerűen nem tartom jogosnak. Én elhiszem, hogy ez baromi sok, tehát én is ideges lennék, ha tőlem lopnának ennyi, de... Hát ezek szerint nekik nem volt túl sok, hogyha egy évig nem is néztek, nem tűnt fel, hogy hiányzik 5 millió 400 ezer a zsebéből a... Igen? És ami úgy felvetődik, hogy van több üzletük, ott minden hónapban volt leltár. Itt, ebbe pont a Kőbányaiban miért nem? Miért nem volt az, hogy addig nem kaptuk fizetést? Ja, hány ilyen üzletük volt? Hát, és mi csodák azok? Ugyanígy dohány volt. Aha. Három biztos van ezen kívül. És ott voltak leltárok? Igen, azt mondták, hogy ott mindig leltároznak. Jó lenne, itt is csinálnánk, de így ennyivel lerendezték. Tehát nem volt az, hogy na akkor addig nincs fizetés, ameddig nincs leltár. Tehát nem, ilyen nem volt. Hát ugye, ha esetleg direkt nem leltároznak, akkor fölmerül az, hogy azért, mert ott olyan svindliket, könyveléseket tettek. Te mennyire láttál bele amúgy a könyvelésbe? Semmennyire. Ahogy a zárókészletben semmennyire. Tehát igazándiból engem nem is nagyon érdekelt, mert először úgy mentem oda dolgozni, hogy helyettesíteni mentem. Tehát úgy beugrósnak.
És akkor egy idő után mondta a főnökség, hogy tanítson be engem is a rendelésekbe, de ez valahogy mindig elmaradt. Mondjuk így utólag már nem is bánom, de bánom, de nem bánom. Annyiban igen, hogy ugye azért láttam, hogy mi folyik ott egyszer-kétszer, meg a Reni is elmondta, ugye tudta, igen, hogy lesz pedig... lehet. Hát a sorsjegyeket, ugye ez egyértelmű, hogy... Nagy sorsjegyeket is árultad, igen. Dohányból. Igen, és én mondtam Antóniának, hogy elvittem már a sorsjegyeket, mert volt ott két nagy zacskó sorsjegy, amit X időnként elvitt. Uh-huh. És amikor ment érte, már csak egy zacskó volt. Tehát azért az rengeteg. És meg is, le is ellenőrizte a főnököm azokat a napokat, amikor fixen tudta, hogy ez a sorsjegy uh-huh. hiányzik, és egyik nap sem én dolgoztam igazából. De hát a bevők is mesélték, hogy volt, hogy a kolléganő odaadta nekik a sorsjegyet, hogy menj át a lottózóba, válts ki. Tehát ilyen is volt. Uh-huh. És ha te gyanút fogalmazza meg, akkor ebből milyen gyanút fogalmazol meg? Hogy szerinted hogyan trükköztek így? Hát... Ez csak ezért, tehát nem vádaskodsz, hanem csak... Nekem, csak nekem teljesen... Tehát én ténylegesen látom, hogy volt hiány, mert volt hiány, tehát uh-huh. nem hazudhatok, mert nem is tudok hazudni, nem is akarok hazudni. De az biztos, hogy én másnak... az adósságát nem fogom kifizetni, nem szeretném kifizetni, amit más elivolt, elszívott, elbulizott, nem. Tehát, hogy ugye többeknek volt kulcsa, csak azért mondom meg közben, akik igen. nem figyelnek meg, akik közben jönnek nézők, és akkor kijött 5 millió pár százezer hiány, de ezt csak tirátok a két dolgozóra igen. verte ez a Laci egy személybe, mert ő intézkedett, ugye egy személybe intézkedett akkor. Igen, Antónia ott volt, de szerintem... zárt az ajtót, hát ezt személyszabadság korlátozásának hívják, ez büntetendő, önbíráskodás, itt már kapásból még egyszer fölmerült, büntető törvénykönyv 368-as paragrafus, kényszerítés, az ugye konkrétan úgy hangzik, 195. paragrafus, aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okozhat, esetben mivel már a lakásodra is ráterhelték, mert nem védekeztél, ugye ez egy másik kérdés, hogy kellett volna ugye védekezni, de nem, nincs, nem, ilyen, hát azt nem ilyen gondolkodásmódod van, nem volt még ilyennel nem találkoztál, illetve során noha 18 éves korod óta kereskedelemben vagy. Tehát, aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, büntet miatt 3 évig terjedő szabadságvesztésre büntetendő az önbíráskodás esetében. Egyes paragrafus, vagy 368-as paragrafus első bekezdés, aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyonigénynek érvényt szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön, büntet miatt 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Van a zsarolási tétel 367-es, de ezt csak zárójelesen mondom, mert egyébként szerintem ez nem áll meg, csak úgy súrolólag, hogy aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, büntet miatt 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntető, a vagyoni hátrány az, hogy most már vonatja a fizetését. Hát. Te hogy vetted észre, hogy egyáltalán eddig, vagy igen, tehát hogy először is aláírtad ugye azt a papírt, amiből mi hány példányt kaptál? Zero. Nem kaptam semmit. És hogy miért írtad alá végül is? Hát azért írtam alá, hogy legyen vége, mert én olyan szinten, tehát ilyen helyzetben még életemben nem voltam. Én fáradt is voltam, meg egyszerűen eleve ott volt fölöttem a kamera. Tudtam, hogy vesz, vagy valami történik. Mm. Oda hogy kerültél a kamerához? Ott volt egy... Tehát, az ő kamerájuk, ugye? Ami, igen. Az úgy van, hogy ugye nagyon kicsi volt ott a hely. Azon a részen lehetett igazából ilyen, és pont fölötted volt a kamera, a kassza fölött. Mm-hmm. Igazából. És akkor ott hadonászott fölöttem, írd már le. És akkor mondom, jó. És akkor aláírtam, és akkor hazamehettem végre aludni, de ez borzasztó volt. Tehát én úgy kaptam egy kisebb sokkot is. Igen, és akkor mit csináltál utána? Várj, a kolléganő hogy állt ehhez hozzá, amikor elkezdett fenyegetőzni? Mikkel fenyegetőzött? Hát a rendőrséggel fenyegetőző hívja a rendőrséget, én mondtam, hogy én állok elébe, ő nem akarta a rendőrségi feljelentést. A kolléganő nem akarta. Nem akarta, ő mondta, hogy ő aláírja, ő kifizeti, és hogy nincsen baj, mert ő elismeri az egészet, csak valami 700 000 forinttal tartozott, meg most szerintem mai napig tartozik egy bizonyos ember, hogy segítsen neki ezt behajtani, mert ő azt nem meri. Mm.
és holott ő adta ki, volt egy kis könyv, abban bele volt írva, hogy ki mennyivel tartozik neki. Az ilyen vevő? Igen. Akkor... A vodkától kezdve mindent adott neki. És mai napig oda jár. És akkor ez volt neki egy ilyen könyvelése a kolléganőnek, amiben, hogy... Kis könyv, és akkor bele volt írva, hogy ez ennyivel, az 700 ezeret kiadott, csak úgy izé... Igen. Hát az szép. És ez csak egy ember. Hát ugye nem ellenőrizte, ez a főnökség nem volt. Izé, ezt úgy volt vele, majd megoldódik. Ilyen non-stop boltokat, meg ilyen mindenféle üzletet. Tehát azért ott kell. És mondta, hogy akkor a többit majd megoldja, kifizeti. Azt gondolta, hogy én ott maradok ezek után. Én már akkor eldöntöttem, hogy én másnap elmegyek az ügyvédemhez. Megbeszélem vele, hogy mi legyen, mert én nem. Uh-huh. És utána akkor mi lett? Másnap elmentél? Másnap elmentem az ügyvédhez. Megnéztem, elmondtam neki, ami történt, azt mondta, hogy Marci, azt mondja, hogy ez peren kívül meg fogunk tudni egyezni, mert ez úgy, ahogy vagyok, talán az egész. Uh-huh. Eleve, hogy nem volt átadó átvevő leltáron, ott már megbukott a dolog, mert normál esetben így kéne. Igen. És igazából a fizetésemet se adta oda, mert jött még nekem 13 vagy 16 nap, most nem emlékszem, de ezzel már nem is foglalkozom. Azt is lefogta önbíráskodás keretében, tehát egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztésre büntetendő ez a Laci, illetve aztán fölmerül, hogy ott a tulajdonos, vagy a mit olyan, vagy egyéb főnök, aki van, ugye az mennyire helyeselte ezt, mert akkor már további személyek is büntető perbe vonandók, és bíróság el fogja őket ítélni, igen. Hát nagyon remélem, mondom, én hiszek benne, mert ugye az egy dolog, hogy nem adta oda a fizetése, mert akkor is rossz volt, mert ugye egy hónap, másfél hónap kimaradt, úgyhogy munkanélkül voltam. Tehát az is rossz volt, de most ez, hogy... Oké, várjunk, igen, és akkor még majd azt később. Tehát, hogy elmentél másnap az ügyvédethez, aki mit csinál? Aki írt levelet a főnökömnek, illetve hát a akkori főnökömnek, hogy peren kívül egyezzünk meg. A levélben lényegében ez volt, hogy peren kívül egyezzünk meg, hogy ügyfelem nem tartozik önnek semmivel, mert ez van. Én paragrafusokhoz nem értek, de a lényeg ez. És amennyiben három napon belül nem ad érdemi választ, bíróságra visszük a dolgot. Na, ez nem történt meg. Cserébe olyan válasz jött vissza, hogy megszüntették a munkahelyemet, miután én nem vettem fel a munkát, holott ez sem igaz, mert én még utána dolgoztam három vagy négy napot, majd volt két szabad napom, és bementem csak a kolléganőmhöz egy valamilyen tárgyamért, és közölte a kolléganőm, hogy Lacitól azt az utasítást kapta, hogy holnap nem nyithatok ki, mert nem mehetek be a pult mögé, és már lecserélte az árat. Uh-huh. Mert hogy mire hivatkozott? Mire hivatkozott? Utána arra hivatkozott az ügy, hogy én nem vettem fel a munkát. Még aranyosan, jó, ez megint kamu hivatkozás, hogy izé... Aranyosan írt és messengeren nekem aznap, hogy miért nem jöttél dolgozni, írtam neki azért, mert... Azért, mert azt üzented a Rennyvel, hogy nem mehetek be a pult mögé, és lecserélted az árat. Ezt az ügyvédemnek meg is mutattam, ezt a messenger üzenetet. És akkor az mi volt ez a kavarás? Tehát ugye az ügyvéd miatt, mert a már kolléga nem fenyegetőzött ügyvéd, de hanem elkezdett fizetni a katonát. Mai napig ott dolgozik. Uh-huh. Igen. Az, hogy mennyit fizet, hogy fizet, azt én nem tudom, de ott van. Igen, és akkor erre nem jött válasz, és akkor utána meg eljutott odáig a dolog, hogy az illető tovább intézte. Ezt például mondom a nézőknek, hogy... Igen, és nekem az a problémám, ez igazából én azt gondoltam, hogy az ügyvéd azért van, hogy segítsen, vagy nem. Nincs benne gyakorlatod, nem egy... Igen, azért... hogy nekem nem kell semmivel foglalkozni, mert én azt helyettem intézi valaki más. Uh-huh. És én hagytam a dolgokat, hogy menjenek. Ugyan egyszer-kétszer így felhívtam az ügyvéd urat, de sose vette fel a telefon, csak a titkárnője. Aki mindig azt mondta, hogy tárgyal az ügyvéd úr. Hát ott szokásos, hogy utána nem lehet őket elérni, igen. Igen, és pofontként ért ez az egész, amikor elmentem az ingatlanosat, és akkor lekérte a mérnöki lapot, tulajdoni lapot, és közölte velem, hogy rárakták a lakásra a jelzálogot. Az ingatlanosodtól tudtad meg, hogy igen, nem, ugye? Igen. Uh-huh. Igen, utána már munkáltatóm is tudott róla, mert ugye behajtásra került az dolog. Uh-huh. Tehát milyen iroda ez a... Micsoda? Aki végrehajtó. Végrehajtó iroda, igen. Megküldte a szerelmes levelet a főnökömnek, úgyhogy most már a fizetésemből is vonják. Úgy néz ki, hogy el akarja elvereztetni a lakásomat is, de hát azért ez...
Aha, és akkor innen tudtad meg, hogy hát én megmondom, hogy azért, mert amúgy nem védekezti. Gyakorlatilag ugye akkor azt hitted, hogy az ügyvéd majd intézni fogja, de hát amúgy nem úgy megy. Igen. Nem intéznek semmit, tehát nagyon rúdosni igen, kell. Igen, azért is próbálom meg ezt, mert úgy érzem, hogy mindenhol falakba ütközöm, tehát és nagyon kemény dolog ez, nem is gondoltam, hogy van ilyen, velem ez megtörténet, de egyébként mindenki ezt mondja szerintem, mert tényleg így van. Uh-huh. Igen, ugye az egy, mert nem szokott az ember olyan, nem emlékszem egy ügyre se, hogy eljutott addig, hogy csak úgy, védekezés nélkül, mert hogy valahol minden bíróságon köt ki, tehát az, hogy bíróság nélkül valaki eddig el tudja vinni. Mondom például, hogy hogyan lehet a nézőknek, hogy ha például bárki ír egy olyan papírt, hogy XY ezt írhatta a szomszédnak is, akárkinek, akivel soha nem beszélt életében, hogy tartozik nekem 10 millióval, és azt beviszi a közjegyzőhöz, és az közjegyző hitelesíti pár ezer forintért, nem tudom most mennyi lehet, hogy még akár lehet, hogy 10 ezer forint, nem tudom. Néhány kicsit hitelesítő, hogy ez jó van, és aztán ezt kiküldik a szomszédnak. És ha a szomszéd ezt nem támadja meg, elég annyit írnia, hogy az adós, ezért nem ismerem el az adósságot. Ha ezt leírja, akkor már nincs ügy. Ha nem válaszol, akkor első fokú bírósági ítéletként kerül érvénybe. Tehát bíró nélkül és bíróság nélkül van egy első fokú bírósági ítélet. Na ezzel rengeteg visszaélés van az ilyenekkel. És lehet, most csak az egyik példát mondtam, lehet, hogy esetedben is ugye ez történt, hogy egyszerűen csak végig járt ezt az utat, és aztán ráterhelt a lakásra, meg minden, de hát amúgy meg szóval bűncselekményeket követett el annak során, ahogy ezt eleve kényszeríteni próbálta. Hát ugye az Aurélió csak 2 évet kapott, de az ő esete egészen más, mert ott ugye van egy bizonyított dolog, hogy őt kifosztották, és akkor utána ugye, amit intézett, olyan való világ csávó. De itt most az a lényeg, hogy itt fölmerül mondani kapásba a kényszerítés, önbíráskodás, zsarolás, az kevés. Kényszerítés, önbíráskodás, személyszabadság megsértése, és itt ugye egy tétel, 3 évig terjedő, illetve 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés. Ha valami olyan egyéb minősítés volna, de azt én nem látok így elsőre, akkor válik 2-8 évig terjedő szabadságvesztésé a Laci esetében. Tehát, hogy ilyet nem lehet amúgy csinálni. És akkor feljelentést tettél le? Igen. Mikor? 8-án, e hónap 8-án, tehát december 8-án volt ebben. Meg most már vonják a fizetésedbe. Igen. Uh-huh. 8-án én írtam egy e-mailt a 10. kerületi rendőrfőkapitányságra, meg a panaszirodába is rendőrségen belül. Nagyon gyorsan válaszoltak. Mikor? Megírtad egyik nap, és? Éjszaka írtam meg, mert nem nagyon bírok aludni, amelyet ez történt velem. Éjszaka megírtam a levelet, reggel én mentem dolgozni. Már reggel 8-kor csörgött a telefon, hogy be kéne mennem tanúskodni a kapitányságra, és mondtam, hogy hát egyik dolgozom. Azt mondták akkor, ahogy beérek, menjek. Be is mentem, megtettem a feljelentést. Tisztában vagyok vele, hogy mi a következmény, de én igazat, de biztos vagyok az igazamban. A rendőrök hogy viselkedtek? Nagyon kedvesek voltak, tehát pozitívan csalódtam bennük igazából, mert segítőkészek is voltak. Eleinte úgy láttam, hogy hú, tucat ügy, meg, de utána láttam azt, hogy az empátiát is, meg azt is, hogy próbálnak segíteni. Nagyon remélem, hogy jól éreztem, mert egyébként... Igen, még az előfordul, aztán kiderül, mert ugye lusták is egyébként a rendőrök meg sok mindent. Igen. Nincs kedve, úgyse kap több fizetést, meg hát igazából ha nincsen rajtuk a figyelem, akkor nem... Gondolom van 1000 más ügyük is, ami... Hát igen, mondjuk 1000 más ügy. Ja. Igen. Valahány van más ügy is. Ja. De hát... Hát ez nagyon kemény, ez egész úgy, ahogy van, de én még most sem hiszem, hogy ez velem történik, de sajnos tapasztalom, mert a fizetésemet is vonják, úgyhogy... És akkor ez az adósség papírt, ezt aláíratta, kamerafelvétele mi volt? Azt nem kérte be senki, ami ugye borzom volt kamerafelvétel a bűncselekményeiről a Lacinak, mert a Laci bűncselekményeit a cégnek a kamerája megörökítette, az ami lett? Nem kapta meg szerintem az ügyvédem, vagy legalábbis nem tájékoztatott róla. Hát meglepődnék róla, megkapta volna, igen. De hogy megkérte?
Igen. Akkor igen. Igen. Van róla levelem, bár mondom, az ügyvédő is azt mondta, hogy ő nem kapott tőlem megbízási szerződést, de én mindegy. Nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy jó lenne, ha kiderülne az igazság, és tényleg történne valami az ügyemben, mert nem szeretném elveszíteni a lakásomat igazából. Igen, azt, hogy őrizték, mit tudom én, a felvételt 30 napig, vagy mit tudom, 60-90 nap, már nem tudom, hogy szól a jogszabály, megsemmisítették, azt tehát a Laciék megsemmisítették, a főnöködik, megsemmisítették a ő általuk elkövetett köztörvényes büntet, mert ezek büntettek. Tehát az összes eset, amit felsoroltam, az nem szabálysértés, nem vétség, hanem büntet. Tehát a büntetteikről szóló bizonyítékokat megsemmisítették, nyilvánvalóan, tehát az nem áll rendelkezésre, plusz még hamisan fognak könyvelgetni össze-vissza, meg hazudozni is fognak, ugye amennyiben beidézik őket, már pedig muszáj beidézni, mert büntettekről van szó, tehát büntettek történtek. És igen, akkor mi van még, amit ugye... És akkor átvonják a fizetésedből, ugye? Az ügyvéd az a... Jó. Akkor nézzük már meg azt, hogy... Ja, igen, azért mondjál valamit, tehát hogy tudom, hogy érzed magad, meg mit tudom én, valamit közben nézni. Hát vannak hullámvölgyek, az tény, valamikor úgy feladnák mindent, és vigyem mindenki, de nem, van egy nagyon kedves kolléganőm, tőle kaptam az egyesületnek az elérhetőségét, és először föl sem fogtam, hogy valaki meghallgat, és tényleg ez nekem, hát az utolsó mencsvár, de valami csak történik előbb-utóbb, mert én nem tudom, hogy... Endrédi Hajnalka írja például a Facebookon, hogy semmiképp ne hagyja magát, harcoljon. Nekem úgy tűnik, hogy téged szemeltek ki áldozatnak, a főnököd meg a kollégina. Igen, hogy a kollégina fizet, mert hát ő fizet, hát ő még azt sem mondta, hogy nem ő, mert 700 ezer forintot kiadott hitelbe, meg mit tudom én. Okay. Tehát, hogy ő fizet, tehát ő vele nincsen gond, veled meg gond volt, mert rögtön ügyvédhez mentél. Igen. Hát, igen, semmiképp ne hagyd magad, teljesen jogtalan az egész, írja Endrédi Hajnalka. Attila Bajzik írja a Facebookon, hogy a rendőrség nem csinál semmit. Igen, hát ez egy általános dolog, reméljük, hogy most azért majd fog emiatt, hogy úgyis lesz. Ó, hát én velem nagyon rábaszott volna az a Laci, hogyha ilyen történik. Igen, csak az ember... Világ, mert én ugye azt mondtam, hogy neveket ne mondjál, teljes nevet, igen. De... Én egyébként, ha velem történik, én széttaposom. Tehát, hogy a nevekkel én kiplakátolom vele az internetet. Így is előfordulhat majd, hogyha elmérgesedik a dolog. Mert hogy ha, mit tudom én, megtámadnak téged, hogy valami egyéb, akkor az a típusok vagyunk, akik nem bánunk kesztyűs kézzel a problémás igen, ez az igazság, hogy én elég humán beállítottságú vagyok. Tehát ezért is dolgozom kereskedelembe, hiszen annyit nem keres az ember, hogy megírja, viszont én szeretek emberekkel foglalkozni, és nekem álmomban se... De jó, persze azért van bennem egy kis vagányság, de nem gondoltam azt, hogy ez... Tehát, hogy valakivel korrekt vagyok, akkor nem is kapom vissza ugyanazt, aha. De legalább most, nem akarnak nekem ártani. Most én direkt kértem, ugye, mert valamikor grafológiából értem, direkt kértem kézírást előtte, és egyébként a bűnöző kézírás egyébként is nagyon jellegzetes, majdnem az összes esetben, nagyon jól paraméterezhető és ránézésre felismerhető. Tehát, hogy te egyébként nem egy, nem a, tehát az látszik, hogy egyáltalán nem vagy egy anyagias, meg ilyen pénzmániás személy, hanem pont szellemi téren. Tehát, hogy ösztönéletet, anyagi életet is inkább átszublimálod szellemi területekké, az látható. Középbetű soraidban is a pszichopátia hiánya az, ami elsőre feltűnik. Tehát pont a patológiás tényezőknek a hiánya. Hát, most te szerepel, ezt mondjál valamit. Mert jó, hamar elmondtuk a sztorit, amúgy még folytathatjuk, nem kell rétes tisztának mondania. Hát, szóval, bat helyzet. Tehát igazából nem tudom, mit mondhatnék most, mindjárt. Aha. Oké, hát akkor most végül is ott van a rendőrségen az ügy. Igen. És akkor mióta, vagy mi motivált arra, hogy a rendőrséghez fordulj? Tehát melyik pont volt az? Az a pont volt, ugye
Hát én is egy ilyen, hát hajlamos vagyok arra, hogy hagyom a dolgokat, hogy menjenek a maguk útján, mert hiszen mondjuk... Az áldozatok azt szokták csinálni egyébként, hogy hagyják, hogy hadd legyen, de a ragadozó az mindig ragadozó. Ezért az embernek a ragadozóhoz kell alkalmazni, tehát ahhoz kell alkalmazni, hogy a másik az cápa és harap és eszik. Igen. És ezért meg mindenképpen támadni kell, tehát hogy az embernek nem a saját személyiségét kell adni, hanem fel kell ölteni a másikét. Csak ez olyan nehéz egyébként, nehéz. Ezt gyakorolni kellene, de most már fogom, megígérem, de legalábbis ígéretet tudok adni, de nehéz egyébként, tényleg. Én például nem tudom most, amit akartam. Mert a gonosz mindig győztes. Például csak most megint ugye az például Hitler esetében, most, de ugyanígy ez is példa, tehát a bűnözők mindig aktívak. Hitler esetében is például az volt, hogy a többi ragadozó, Európa vezetői, mindent megpróbáltak neki megadni, hogy leszereljék, hogy jó, hát akkor barátságot kötünk, de nem lehetett, mert ő, nem, mert ő ragadozó volt, ő fel akart falni mindenkit. Tehát, hogy a ragadozóval nem működik a, igen, a, de én nem az, gondoltam, hogy hagyjuk meg, mit tudom én, ezért, hogy az, és az áldozat, az, amit te mondasz, az az áldozat típusoknál van, hogy hagyjuk az egészet, akkor inkább. Én nem gondoltam, hogy így lesz. Tehát azt gondoltam, hogy jó, hát nem elég gondol... dörzsölt a csávó, hogy ezt így végigverte ilyen rövid idő alatt, hogy már a lakásra van terhelve, mikor ez be egy sor bűntettet elkövetett, érted? Meg arra gondoltam, hogy most Covid van, most nem foglalkoznak úgy az ügyel, de majd ha lesz, akkor az igazam ott lesz valamikor egyszer, csak álmomban nem gondoltam, hogy ez majd így lesz, hogy még megterheli a lakásomat is. Tehát lejártam ugyanúgy a dohányból, ettől függetlenül, hogy én ott csalódtam. Ugyanoda jártam egy cigarettát venni, vagy üdítőt, vagy bármit, és nem egyszer, nem kétszer találkoztam vele. Köszönt, ugyanúgy. És nem mondta, hogy egyébként már itt tart, meg ott. Nem. Nem mondott semmit? Nem. Semmit. Jó, hát ennyit vártam tőle. Az én véleményem róla az egy ilyen kis snob majom. Jó, nem személyeskedünk én ezt, de... Nem, hát lehet személyeskedni. De... Teljes nevét nem mondjuk ki. Igazából... Ennyi. Tehát fogalma sincs, de tényleg az emberi dolgokról szerintem. Neki? Hát, hogyha ezt megmeri tenni. De én nem tudom, hát én magamból dörzsölt, indulok azért, ki. Elég dörzsölt a csávó, hogy ezt ilyen rövid idő alatt végigverte. Én nem tudom, hogy ki hogy van vele, én magamból indulok ki. Én, lehet, hogy ez nem jó, de én nem tudnám ezt így ebbe a formába. Hát igen. Lehet, hogy ez egy nincs is vállalkozásom, ezért vagyok közalkalmazott, de egyszerűen én nem tudnám ezt így. Igen, és akkor szerinted egyébként a bolt ezekkel a sorsügyekkel hogy zsonglerködött? Ó, hát már a Renátán. Hát, hogy akárki, aki ő vagy akárki. Vagy ő fogta és átvitte a lottózóba beváltani, mert egyébként a főnökség is azt csinálta, úgy váltották vissza. És azt eltette azt a pénzt, vagy átküldte a barátnőjét, vagy az édesanyjáikat, vagy az öccsét, és akkor így. Mert ugye az a gond, hogy sok, tehát hogy sok pénz volt mindig a kasszában, és hogy többeknek kulcsa. Tehát bemehet éjszaka is akármikor, akármelyik. Igen. És akkor rátok vertik, mert ti vagytok a dolgozók, és a dolgozókra kell verni, de hát akkor az asszony, vagy a kolléganő meg el is ismerte. Igen, hát elismerte, mert hát nem volt más opció. Tehát... Hát lett volna más, mert tagadhatta volna, de hát... Tagadhatta volna, de... Kicsit patológikus dolog 700 ezer forintot kiosztani vadidegennek, vagy hagyni, meg ilyen módon kezeli a pénzt, de... Aztán a kombinálások is voltak ott, ugye, hát a lakótelep az olyan, pláne, hogyha van egy vevőkörőt, hogy... És mi van, akkor a Laci meg a Renáta összejátszott, és akkor... A Renáta az ki? Ő a kolléganőm. Ja, igen, hát ezt igen. Nem tudom, bennem is nagyon sok minden fölmerül, de... Viszonyokat. De... Én nem tudom, én ennyire nem vagyok. Lehet, hogy 40-ig széves vagyok, de nem... Nincs bennem ez a rafinérje, hogy én más nyomorán pénzt szerezzek, vagy akár jobb legyen egy mozi egyen mondjuk például, azért, mert most ott nem fogod tudni azt ott megvenni magadnak. Tehát én nekem ez így, nem tudom, így emberileg kegyetlen. Én nem tudom ahogyan, de csak lesz valami ebből az egész.
Hát akkor végül is most akkor rendőrségen van az ügy, és akkor... Azt várom, hogy jelentkezzenek. Ilyenkor e-mailt szoktak küldeni különben, vagy hát, fölhívnak, ugyanúgy, ahogy... De ugye én nekem nem saját ügyeim vannak, hanem más, engem általában... Ugye, hogy mi a tapasztalat, mert nekem ilyes se. Tehát nem tudom, hogy lesz szembesítés, gondolom. Hát amennyiben, az már egy nagy áttörés, hogyha hajlandóak foglalkozni. Én mondtam, hogy... Mert egyébként mondom, hogy lustaság, például nem kell ez politika, a lustaságból se foglalkoznak vele, leszarják. Nem, az én ügyem, nem foglalkozok vele. De aztán ő így most remélhetőleg akkor majd foglalkoznak vele, és akkor... Én mondtam a rendőrnek is. Ha elutasítják, akkor ismét, meg akkor be is kell panaszolni őket. Egyébként most jelenleg elég jól működik, hogyha az ember panaszt tesz. Én mondtam a rendőrségen is, én nagyon szívesen alá vetettem magamat. Ez az igaz, ez ahogy mondják, ezt a... Poligráf? Igen. Uh-huh. De akkor ők is. Uh-huh. Ők nem fogják. És hogyha ők nem, akkor te? Én nagyon szívesen. Bármikor. Én nem, sose tudtam hazudni, engem mindig, tehát aki ismer és tudja, én vagy erőgöm magam, ha hazudok, vagy elpirulok, tehát én nem tudok. Uh-huh. Nem tudok hazudni. Kegyes hazugságok vannak, ami úgy családon belül, de úgy... De a gépet amúgy nem lehet átverni, azt tudod. Tehát, hogy az csak... Én csak hallottam nagyon róla. Ki van rá képezve, de azt amatőrök nem fogják átverni senkit. Tehát, hogyha akár te, akár főnök leül... Hogy? Én bevállalom simán. Ott is ugyanazt tudom mondani, ami... Miért hazudják? Tehát... nem. Tehát pláne, hogy még így média, de nem is járatnám le saját magamat, hogy nem. Tehát én mondtam, hogy én nagyon szívesen állok elébe. Uh-huh. Ja. Bármikor. Uh-huh. Egyébként ilyen ügyben nem nagyon fognak, mert ez csak sokkal súlyosabb ügyekben csinálnak, mint emberölés, meg hasonló. De hát attól még lehet, illetve van egyéni lehetőség is, csak hát az pénzbe kerül, tehát vannak különböző el lehet menni poligráfos vizsgálatra. De amúgy nem ez az útja, tehát hogy hát a rendőrségnek foglalkozni kell vele, a rendőrség bevonja az ügyészséget is, és hát reméljük, hogy foglalkoznak az üggyel. Én is nagyon, nagyon jó lenne, ha így lenne. Uh-huh. Én pozitívan állok hozzá, megmondom, mert úgy éreztem, hogy foglalkoznak az ügyemmel, vagy legalábbis úgy éreztem, amikor ott voltam és elmondtam a történetemet, tényleg benn volt 1-2-3-4 rendőr, és mindig olyan segítőkésznek tűnt. Uh-huh. Aztán nem tudom, fiatalok voltak, tehát nem az a belefáradt idősebb kategória, hanem ilyen fiatalabb, anyagabbak voltak, és úgy láttam rajtuk a lelkesedést, hogy igen, ezt nem szabad hagyni, meg ezt elmondták. Már csak azért is, mert a csávó az totál el van messzelve. A másik az, hogy egyébként nekik bizonyítani kell azt, hogy hiányzik az a pénz. Igen. Tehát, hogy mert azt bárki mondhatja. A másik az szintén őket terheli, hogy olyan trehányan bántak a dologgal, tehát hogy egy évig nincs leltár, akkor mit akarnak utána, hogy egy év alatt annyi felé kifolyhat a pénz, hogy amiket említettél, lehet zsonglőrködni. Maga ez a pénzkezelés az undorító volt. Hogy? Ez a pénzkezelés, hogy összebb volt a pénz. Hát volt, hogy a kútra elén vittem széftasakokat, mert egyszerűen nem folytak kifele a pénzek. És akkor mitől lekötegeltem, mondtam én 100 darab ezres, és akkor azt beraktam külön. Úgy akasztam, mert különben, hát nem tudom, közértbe vagy boltba dolgozott valaki, a kasztában simán hátra tudnak csúszni a pénzek, ugyanúgy. Uh-huh. És akkor az megsérül, azzal foglalkozni kell, vagy megtalálod, vagy nem. Uh-huh. Úgyhogy nekem ez furcsa volt. Tényleg 18 éves korom óta dolgozom ilyen helyen. De miért közeltük ilyen tróger módon? Fogalmam a többi helyen meg elvileg nem, úgy tudod, hogy a többi helyen meg havi. Ott nem tudom a pénzszállítás hogy volt, de hogy ott leltár biztos volt, az uh-huh. tuti. Igen. Ja, én annak idején nagyon régen ugye dolgoztam boltban, és én nyitottam, én zártam, egyetlen személy voltam. És hát az nagyon bűnöző környék volt, és voltak is problémák, volt rablás is. És akkor végén már úgy provokáltam a bűnözőket, hogy hát ugye még fiatal voltam,
ezért hát nem voltam nagyon megfontolt. Felkészültem, kés is volt, azt hiszem gáspré, és főszerelkeztem, és aztán megfogtam a napi bevételt, és ilyen átlátszó szatyorba, és úgy mentem végig. És volt is ilyen sittes, akit már fiatal korában is sitten ült, sittes bűnöző, akit hát vártam is, hogy izé, és akkor az nézi a pénzt a kezembe, hogy menetelik, néz rám, de nem csinált semmit. Ugye akkor vagy épp olyanja volt, vagy gyanút fogott, hogy valami. Igen. Valami van. De durva azért. Ja. Hát ezt ugye nem ajánlom senkinek, hát én is nagyon fiatal voltam, és meggondolattam, aztán az ember belekeveredik egy emberölésbe azért, hogy bűnözőt fog. Nem. Jó, de akkor az ember nem gondolkozik abban a helyzetben, szerintem én is voltam hasonlóban, de én se hagytam csak, hogy történjenek a dolgok igazából. Aha. Hát azt, amit nem szabad hagyni, ugye a devizahitelesek is úgy szoktak, hogy a bankárok ott a farkasok, és ugye ott is arra mennek bankárok, meg a végrehajtók, meg egyebek, ugye szépen végig a láncolat, meg akik ebből élnek, hogy fölvásárolják az olcsó lakásukat, meg kéz alatt, meg a többieket kizárják, meg a Völner féle ügy, ugye az igazságügyminisztériumból is, tehát úgy szépen buknak ki, meg a végrehajtók, hogy csúszópénz kell mindenhol, tehát hogy tehát a farkasok azok minden meg azok fognak nem sajnálják tenni. A bárányokat? Sem, így van, a bárányokat meg szintén nem igen, tehát hogy az, meg az időt se, meg a ráfordított energiát se. Meghallgat, de itt be, ott ki. Uh-huh. Tehát igazából. Hát igen, még az jól meghallgat, mert amúgy meg nem is szoktak, mert végrehajtók annyit se szoktak. Szerintem csinálni. Erre születni kell, vagy nem tudom. Igen. Hát úgy lélek. Az nem, de BKV ellenőr. Hogy? Arra is születni kell BKV ellenőrnek, tehát így nem tudom. Ja, tehát igen, van igen. Olyan pár szakma, amire születni kell, mert ja. Nem tudom, igen, tehát igen. Igen. Jó van. Hát akkor reméljük, hogy alakulnak a dolgok. És akkor akkor hát lezárjuk. Akkor mi lesz most? Igen. Vársz és kész. Hiába húzom, újat nem tudom mondani, akkor ezek szerint most. Hát most még egyszer nem akarom elmondani, hogy az elején, aki érdekli, az megnézi. Mert érdekes egyébként a sztori, meg én sem találkoztam még ilyenne, mert ugye itt az a izé, hogy mindenki védekezik, és aki viszont nem, az utána később se. Ugye téged meglepetéssel ért az, hogy vonják a fizetését, meg rá van terve a lakás, és tényleg rekord rövid idő alatt ezt elintézték. Igen. De egyébként már aki nem védekezik, az semmennyire. Viszont... És meg aki védekezik, az meg hát az küzd, ugye. Igen, hát én végsőkig megpróbálok küzdeni, sőt fogok is. Én mielőtt a dohányboltban dolgoztam volna, én Bencinkúton dolgoztam. Ott se dolgoznék már nagyon rég, mert ugye hát a fizetés ott se az igazi, mert minimálbér alatt a fizetés. Mondjuk ez jattos munka, de hát az már régen nem jött. Igazándiból amiért ott vagyok, azok a főnökeim, az ottani főnökeim, nagyon tisztességes, becsületes emberek, ugyanazt kapom tőlük, mint amilyen én vagyok igazából. Azzal a különbség, hogy ők valamilyen szint, tehát nem hívő, tehát vallásos emberek, hívő emberek, és muszlimok. Nem, de egyébként annyira ők a jót látják minden emberben, tehát őkben azt látom túlzottabb kiadásban, mint amilyen én vagyok, csak ők tényleg a jót látják első kanyarban az emberben, és már ugye mindenhol csak ezt a negatív dolgot hallottam, hogy nem tudsz magadon segíteni. Azt ki neked mondták, hogy nem tudsz magadon segíteni. Nem ezt éreztem, hogy mind az ügyvéd, mind a ugye hát a végrehajtó, meg minden. És a főnököm volt az, aki azt mondta, hogy Marci, így történt, ahogy elmondtad? Mondom, persze. Azt mondja, mi veszíteni valód van? Fogod, elmész a rendőrségre, az utolsó, kik harcolja azért, amit van. Nem fog más harcolni, érted? Mm-hmm. És igazam van. Egyébként az, igen, nagy esélye. Nagyon nagy erőt adott nekem. Uh-huh. Egyébként meg... Igen, nem akarok sírni, de igen, de hát igen. Uh-huh. Ez ilyen. Mert nagy eséllyel egyébként az, amit a Laci elmer, azok bűncselekmények. Tehát ugye, az nagy eséllyel bizonyítható. Az meg, hát ott igen, szóval 700 ezeret eltapsolt, és akkor megállapodott a főnökkel. Tehát igazából itt a legfőképpen ez a Laci nevű főnök, aki nagyon könnyen el, aki a leg,
nehogy a legkönnyebb, aki kizárólag igazából elmeszelhető, másodszorban esetleg beleköthetnek a kolléganőbe, te sehogy. Tehát te sehogy nem kerülsz képbe, tehát téged az életbe. Ezért nem tudnak elítélni, mert semmiféle olyan lehetőség nincs rá. Ez nagyon durva, ez az egész helyzet. Én még most sem fogom fejben történni, csak ugye hát a fizetésem nem az, amennyinek lennie kéne, és így sem olyan sokat keresetem, hogy tudjak ugrabugrálni. Rendben van, hát akkor sok sikert dolgokhoz, és akkor nyilván bizonyára találkozunk, mert akkor a folytatást is. Igen. Nézzük, és akkor hát remélhetőleg akkor sikerül majd bíróság eljátszani, de én nem úgy széttépném a csávót, tehát én kiplakátolnám vele az internetet, lefényképezném, kiraknám a pofáját, az izét, tehát én mindenféle olyan dolgot van csinálnék. Van Facebook oldaluk egyébként. Amit egyébként ő bíróság elé vihet, és akkor, de ezt nem javaslom amúgy, tehát hogy direkt ugye mondtam, hogy neveket nem kell mondani, de én ezt csinálom vele, ugye, és amikor bíróság előtt, akkor még jobban rámennék, arra is rámennék, arról is menne folyamatosan tudósítás, ott is szétgyalulnám és széttaposnám, tehát megmondom, rafkós a csávó, hogy ilyen gyorsan végig tolta ezt. Jó, van, oké. Hát akkor... Nagyon szépen köszönöm a sok sikert, segítséget. És akkor ugye mindenképpen mi is figyeljük az ügyet, meg figyeljük meg, ha kell, akkor mi is ugye teszünk feljelentéseket, meg minden intézzük, meg amilyen. Meg ha majd nyilatkozol, akkor ugye az is lesz. Igen. Köszönjük a figyelmet, minden jót mindenkinek. Köszönjük szépen. A viszontlátásra. Elolvassuk az összes kommentet, mindig fél tucat, csak 11-e van 2021, további csatornákra is fölkerül, valamint x nap múlva a Hír Arena online-on is megjelenik többek között. Köszönjük a figyelmet, Ámen!